El tudod-e képzelni, hogy a hídgyülekezete német Sándor vezetése után megváltozhat pozitív irányba, és ki lehet -e vezetni a hídgyülekezetét még Babilonból? Nem reformálta meg Isten egyetlen egy gyülekezetet sem. Tehát a katolicizmus nem reformálta meg, a reformációt nem reformálta meg, adott nekik sem, mindegyiknek ugyanazt adta az Isten igazságát, és minél jobban eltértek attól, annál kevesebb esélye volt annak, hogy visszatérjenek. Véleményem szerint a gyülekezeteket, az egyházakat Isten nem is akarja megreformálni, Istennek nem az a célja, hogy az egyházakat, tehát az Isten a hídgyülekezetét gyülekezetét sem akar meg, akarja megreformálni, Isten az emberekben akar változást létrehozni. Tehát, hogy, hogy ez, ez majd úgy fog megtörténni, mint Ninivébe, hogy az emberek megtérnek és Istenhez fordulnak, ennek is megvan az esélye, vagy úgy fog, megtér, úgy fog megtörténni, hogy mint Babilonban, hogy egy éjszak alatt szétszóródnak és újra visszamehetnek a zsidók az ígéret földjére, és szétszólódnak, és ott találják meg az Istent. Ednek, az Istennél nem lehet az Isten fejével gondolkodni. A híd gyülekezetében, mint szervezetben akkora pénzek mozognak, akkora ingatlan vagyon van, hogy véleményem szerint annyira meg van fertőzve már a laudíciai szemlélettel, a langyossággal, hogy csak az az egy megoldást látok én, legalább, a magam életére tudom mondani, kerestem én ennek a helyét, ennek a lehetőségét, de a, a Biblia az ilyen rendszerekből nem azt mondja, hogy majd megreformálom Babilont, hanem azt mondja, hogy az ilyen rendszerekből egyetlen egy lehetőséget lát a Biblia, mégpedig a kifutást.